Első alkalommal népesült be szombaton a Rózsák útja egyes szám alatt található porta a felújítást követően, s amely a rendbetételét és újrarendezését követően olyan értékeket mutat meg, amely sokak számára feledésbe merült. A régi éveket és emlékeket megidéző székelyporta első látogatói Szovátaváros testvértelepüléseinek küldöttjei voltak. Gyerekkori élményeket hozta nekem elő, mert nagyszüleim vidéken éltek, és hasonló házban éltek, és ilyen értelemben nem újdonságot, hanem inkább a gyerekkori képeket hozta fel. Szovátán mi mindig nagyon jól érezzük magunkat, több mint negyed százada van az együttműködési megállapodásunk, és mindig speciális programokat tudnak nekünk biztosítani, és csodálatos az a fejlődés, amit én az elmúlt negyed században láttam itt az egész városban. Ezt most filmen is, és fizikálisan is meg tudtuk tekinteni. Szívből gratulálok a tájházhoz is. Az a közösség, amelyik hajlandó áldozni arra, hogy az öregjeink mibe éltek, hogyan éltek, kik voltak, azoknak az embereknek van csak jelenük, meg jövőjük. Ugye szoktuk ezt így mondani. Manapság az a ilyen divatos szöveg, hogy az unokáinktól kaptunk mindent kölcsön, és hát úgy kell vele gazdálkodni, hogy majd az unokáink. Én nem így gondolkodom erről, hanem sokkal inkább úgy, hogy nekünk az életünknek végig a hála szó kell, hogy ott legyen a címlapján, és folyamatosan azon kell az életünket alakítani, hogy az elődeink, akiknek a sorát nem tudjuk végigmondani, mert olyan hosszú a sor, végtelen. Igazából mindenkinek volt édesapja, édesanyja. Tehát végtelen sor van mögöttünk, akik az életüket áldozták, akik dolgoztak nagyon keményen, akikkel sok-sok tragédia történt, sok-sok jó dolog történt. Ők vannak mögöttünk. A mi életünk arról szól, hogy az ő bizonyságukat tovább tudjuk vinni. A látogatás során igazi székely humorral és nyelvjárással mutatta be a portát a helyi elöljáró a vendégeknek. A hangulatról mindeközben a Tücsökraj népi zenekar és a sírülők gondoskodtak. Az udvaron, a csűrben, pajtában, házban minden érteklődő szétnézhetett, megtekinthették azokat a berendezési elemeket, amelyek mára már teljesen feledésbe merültek, használaton kívül vannak. Tájházat készítettünk belőle, be szeretnénk mutatni, hogy milyen volt egy székely porta. Nem volt a székely nép egy módos ember, de mindent megünnepelt az életében. Névnapokat, minden esemény. Meggyászolta, hogyha tragédia történt, hogy elvesztett valakit, meg tovább lépett. Ezt kellene szerintem továbbadni üzenetképpen a jelenlegen székelységben élő embereknek, mert lassan a jó mód több kárt okoz, mint régebben több évszázadon keresztül a nehézség és a kegyetlenség. Most nem csak törökről beszélek, tatárról, meg mindenféle szegénységről, szárazságról, meg mindenről, hanem összességében. Nyitva lesz a kapu, nem biztos, hogy lesz emberi szolgálat, de bejött bárki. Megnézheti, események lesznek, meghirdetjük az eseményeket, arra reméljük, hogy többen ellátogatnak, és ez organikusan fejlődik. Mert mindig az életben így van. Azt hiszük, hogy valaminek vége van, pedig soha nincs vége. Még mindig lehetne jobb, még mindig kellene hozzatenni, na úgy vagyunk ez a portál is. Az avatón meglepetésként énekkel köszöntötte a vendégeket a szomszéd, Szabó Éva nyugalmazott pedagógus. A tájháznak nem csak a külseje, hanem a belső berendezése, a kiállított tárgyak is mind-mind a székely portát mutatják be.